Az Orbitron és a Megaharcosok. Kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik, 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 kezdődik! Kezdődik! Leki hiába próbál új piáratot találni a versenyt. Kezdődik! Apa, kezdődik! Laura szerelme beteljesedik, de hirtelen nem várt akadályja a talán. Kezdődik! Tudod, mikor kezdődik? Mikor? Tisztelettel üdvözlöm nézőimet, a túlsúly mint áldás, avagy lásd meg súly problémát okait egy teljesen új szemüveggel, majd fordítsd a sorsodon című rendkívüli webinárunkon. Katona Zoltán vagyok, a zsírégetés harcosainak megalkotója és annak vezetője. Tarts ma velünk, és ígérem, egy órán belül teljesen megváltozik, ahogyan túlsúly problémádra nézel. Mai nap nem mozgási módszerekről, diétákról fogok beszélni, hanem elméleti síkon fogom elmagyarázni, mit kell tenned a sikeres fogyásod érdekében. A webinárium végére egy kész útmutatód lesz az egészséges, vékony életedhez. Ma valószínűleg problémákat, nehézségeket látsz, talán már reménytelenül nagyokat, de maradj velünk csak egy pár percet, és ígérem, már a webinárium első pontjában olyasmit fogsz hallani, ami miatt elkezd megfordulni a látásmódod, és problémák helyett lehetőségeket fogsz meglátni, mégpedig könnyen kiakanázható lehetőségeket a jelenlegi rossz életmódod megfordítására. A mai webinárium nem olyan lesz, mint az a vicc, amely arról szól, hogy mi az a két legveszélyesebb kérdés, amit a feleség feltehet a férjének. Nem tudod? Akkor figyelj! Édesem, kövér vagyok én? Szerinted a titkárnő csinosabb nálam? Gondolom már te is feltetted legalább az egyiket. Ezek azért veszélyes kérdések férfi szemszögből, mert óriási balhé lehet belőle, ha a férj nem a megfelelő választ adja. Az alábbiakban ismertetném a kérdésekre adandó azon válaszokat, amit a nők többsége szeretne hallani. Kicsim, kövér vagyok én? A férj válasza. Bocs, hogy elábrándoztam, de hogy vagy te kövér? Sőt, azon gondolkoztam, milyen csodálatos, kedves és intelligens vagy te, és milyen szerencsés vagyok, hogy mellettem vagy. Néhány válasz, amelyeket a nők többsége nem szeretne hallani. Kihez képes vagy kövér? Nem mondanám, hogy kövér vagy, te is van sovány. Egy kis túlsúly jól áll neked. Láttam már kövérebbet is nálad. Megismételnéd, mit kérdeztél? Második veszélyes kérdés. Szerinted a titkárnő csinosabb nálam? A helyes válasz. Á, dehogy. Néhány rossz válasz. Igen, de neked jobb a természeted. Nem csinosabb, de határozottan vékonyabb. Nem olyan csinos, mint te voltál az ő korában. De most megtudhatod, hogyan lehetsz te is újra olyan csinos, mint súly problémád előtt. Mert itt most igazi válaszokat fogsz kapni túlsúlyoddal kapcsolatos kérdéseidre, nem pedig mellékbeszélést. Mert ez soha nem vezet semmi jóra, és a végén kiderült igazság sokkal rosszabb, és nagyobb gondokat is okoz. Tehát ez most még túlzásnak tűnik számodra, de nem lesz az, elheted, és nézzük is, hogy miért vagyunk ma itt. Mert foglalkoztat minket annak a rejtélye, hogy a legkritikusabb időszakban, életünkben, amikor a meglévő túlsúlyunkkal nem tudunk mit kezdeni, hogyan fogyhatnak le nálunk sokkal kövérebb emberek. Akkor, amikor rajtunk kívül mindenki más csak hízik, és küszködik a túlsúly okozta problémákkal, nehézségekkel. Mit tudnak ezek az emberek? Hogyan képesek látszólag fittyet hányni a kalória törvényeire? Hogyan tudnak egyre vékonyabb, fittek, egészségesebbek és energikusabbak lenni, úgyhogy mindenki másnak egyre nehezebben megy leadni, csak akár egy pár kilót is? Mit ígér neked ez az előadás? Nos, őszinte leszek, nem ígérem neked azt, hogy a székedben a számítógép előtt ülve megszabadulsz a túlsúly problémától a webinárium alatt. Sőt, mivel én nem a férjed vagyok, így ha megkérdezed, nem fogom azt válaszolni, hogy dehogy vagy kövér. Gondolom azért vagy ma itt, mert rendelkezel valamekkora túlsúlya, és végre tenni is szeretnél azért, hogy megszabadulj tőle az egészséged érdekében. A kérdőívek kitöltése is ezt igazolja. Ezért elárulom még az elején, hogy ránk háromokból érdemes hallgatnod. Első. Én, mint a zsírégetés harcosainak megalkotója, egy olyan súly problémával küzdő személy voltam, mint amilyen jelenleg most te vagy. Így átérzem az összes problémádat, melyen segíteni szeretnék. Saját problémám egészen a 20-as éveim végéig kitartottak. Akkor értettem meg, hogy a probléma megoldása nem csak a táplálkozás vagy az edzésen múlik. A kiskapu máshol mélyebben található, még a jéghegye alján, mely a vízben leledzik. Túlsúlyom meglétekor született a megoldás a problémára, melyet azóta is követek. Ezzel elérve, hogy nem tartok attól, hogy ismét vissza fogok hízni. Pedig mi aztán veszélyeztetett faj vagyunk, hiszen ha valaki egyszer meghízott és genetikailag vagy más okból hajlamos rá, akkor hiába fogy le, ha egyszer elveszti a fonalat, vége van mindennek és ismét eluralkodik rajta a túlsúly. De ennek ellenére én mégis leküzdöttem és itt vagyok súlyproblémától mentesen, egészségesen, fitten.
A szakmai kapcsolataink révén nagyon sok prominens szakembert ismerünk, akik tudása nem légből kapott, hanem iskolák, oktatásaire, kutatások, kísérletek eredményeire alapszanak. Tehát nem légből kapott ötleteket tudunk biztosítani számodra, hanem konkrét, kipróbált és bizonyított stratégiákat. Kiemelném dr. Lepényi Élva, orvos természetgyógyász, életmód és életvezési tanácsadót, aki többek között a Magyar Fitness Szövetség orvos szaktanácsadójaként, sporttáplálkozási tanácsadással és a Magyar Fitness Sport megalapításával, elterjesztésével foglalkozott 5 éven keresztül. A harmadik és a legfontosabb, harcos ügyfelénk közül sokan az általunk javasolt stratégiák révén veszítették el túlsúlyukat, és tartják meg súlyproblémától mentes testüket, életüket. A tavalyi kutatásainkban például a megkérdezett ügyfeleink több mint 60%-a azt nyilatkozta, hogy egy év alatt elérte célját, tehát vékonyabb, mint egy éve. Így jó helyen vagy. Készen állsz? Akkor nézzük sorba. Először is a problémák, melyel jelenleg is küzdesz, nem új keletű, mivel az elhízás története az őskorban mintegy 30 ezer évvel ezelőttre nyúlik vissza. Talán a legkorábbi és legismertebb elhízással kapcsolatos tárgyi emlék a Willendorfi Vénusz, egy női torzot ábrázoló szobrocska, amelynek valószínűleg fontos rituális szerepe volt. Úgy tudom, hogy talán a termékenység szimbóluma lehetett. Ironikus, hiszen ma már tudjuk, hogy az elhízás terméketlenséghez is vezethet. Az elhízás egészségügyi jelentőségének felismerése meglehetősen sokat várhatott magára. A túlsúly a görög-római korig különlegesnek, ritkaságnak számított, és ezért nem is tanulmányozták. Az ókori görögök voltak az elsők, akik felismerték az elhízás veszélyét és kapcsolatát más betegségekkel. Hippokratész évezredekkel megelőzve korát módszereket dolgozott ki az egészség megőrzésére. Ugyancsak a görög-római korban kezdődött, hogy az elhízást a fogyatékosság egyik jelének láttatták. Azonban sok kultúrában az elhízás státuszszimbólum lett, gazdagságot és jólétet tükrözött. Csak a leggazdagabbak engedhették meg maguknak, hogy elhízzanak, és így a derékbőségük minden ékszernél vagy drága ruhánál jobban jelezte a társadalmi rangot. Mivel a szegény emberek egész nap robotoltak a földeken, nem volt pénzünk élelemre, a gazdagok pedig egyik kedvenc időtöltésük volt a hatalmas lakomák. Az ókor nagy tudósainak tanításait modern európai orvosok vitték tovább, mint például Erdélyben Mátyus István, aki a 18. századi Európa egyik legfelvilágosultabb orvosa volt. A jó egészség megtartásának módjáról számos tudományosan ma is helytálló megállapítást tartalmaz az elhízás megelőzéséről és az egészséges életmódról. Napjaiban végzett vizsgálatok és megfigyelések megalapították, hogy az elhízás kapcsolatban van az életmódban bekövetkezett változásokkal. Így az ülő életmód és a csökkent fizikai aktivitás az egyik fő oka az elhízás járványszerű elterjedésének. Gondolj csak bele, még az ősembernek az élelmért meg kellett küzdenie, futni kellett utána, órákon át menetelni, hegyet mászni, addig mára odáig jutottunk, hogy mi csak bemegyünk és megvesszük a szükséges és szükségtelen élelmiszereket, rosszabb esetben ki sem mozdulva házhoz rendeljük az ételt. Ami még ennél is rosszabb, hogy kényelmes világunkban elustulva problémáinkat az evésbe folytjuk. Sokszor hallani, hogy ha még enni sem ehetek rendesen, akkor miért jó élni? Pedig már annó Szokratész is megmondta, hogy nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért teszünk, hogy éljünk. Ezt nem kellene elfelejtenünk. Viszont ez nem azt jelenti, hogy az étkezést nem élvezhetjük. Nézzük az elhízás veszélyeit dióhéjba. Egy kis száraz, de fontos adatok, ígérem nem lesz hosszú, de tudnod kell, hogy mi vár rád, ha nem teszel jelenlegi problémád ellen. A túlsúly és az elhízás károsan befolyásolja többek között a vérnyomásodat, az inzulin szintedet, a koleszterin szintedet. A legsúlyosabb következményeket három fő csoportba oszthatjuk. Szív- és érrendszeri megbetegedések, bizonyos fajta daganatok, inzulin rezisztencia kifejlődése miatt kialakult kettes típusú cukorbetegség. Kiemelném, hogy a magas vérnyomás betegség és a kettes típusú diabétesz kialakulásának valószínűsége meredeken emelkedik a test zsírtartalmának növekedésével. A cukorbetegségnek körülbelül 85%-a kettes típusú diabétesben szenved, és ezeknek a betegségeknek 90%-a túlsúlyos vagy elhízott. És akkor nem is beszélünk a hosszantartó túlsúly izületekre való kedvezőtlen hatásáról. Az elhízásról kimutatták, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések előfordulására, az utóbbiak pedig a magyar felnőtt lakosság vezető halálokai. Pár gondolatban megemlíteném az elhízás helyzetét Magyarországon. Az ANDS felmérése szerint a túlsúly és az elhízás az első számú közegészségügyi problémák, amellyel több mint 2,5 millió ember érintett, mely elsősorban nők körében jellemző.
A zsírégetés harcosaink táborába tartozó személyeink is 82%-a nő. A lakosság kedvezőtlen egészségi állapotának egyik fő oka a fizikai aktivitás hiánya, a szabadidőben végzett napi testmozgás nem több mint 10 perc egy Dél-Alföldön végzett felmérés alapján. Az általunk kiküldött teszt is ezt igazolja. A magyar népesség táplálkozási szokásaira a túlzott mértékű energia, zsír, koleszterin, hozzáadott cukor és sóbevitel, valamint az elégtelen mértékű élelmirost, zöldség és gyümölcs, illetve a teljes kiölésű gabonafélék fogyasztása jellemző. Egyetértés van abban a szakemberek és az orvosok között, hogy a fizikai aktivitás segít megelőzni az elhízást, a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, a cukorbetegséget, a vastagbélrákot, a sztrókot, a depressziót és a stressz kezelésére is kiválóan alkalmas. Sajnos a mai fiatalok az iskolában és otthon szüleiktől nem kapnak megfelelő támogatást, felügyeletet, követendő példát. Mielőtt felháborodnál, tudom, hogy vannak kivételek. Pedig a családnak, az iskolának, munkahelynek és a környezetnek nagyon fontos szerepet kellene betölteni az aktív életmódra nevelésben, a krónikus betegségek megelőzésének érdekében. Gondoljunk csak bele, hogy a munkahelynek, családnak, iskolai tanulmányoknak nem tesz jót egy folyton beregeskedő, problémás személy. Folyamatos gondoskodásra, odafigyelésre szorul. Tehát minél előbb el kell kezdeni az egészséges életmód kialakítását. Ebben is szeretnék számodra ma segíteni, mivel statisztikai adatok vannak, hogy a felnőtt magyar lakosság körében a nők több mint 40%-a és a férfiak 30%-a ritkán vagy soha nem végez testedzést. Döbbenetes adatok. Akkor mit csináltok? Ja, tudom a választ. Dolgoztok, családgyerekek. Felmérésünk is ezt mutatta. De akik mozognak rendszeresen, azoknak is van munkahelyük, családjuk, barátaik, hobbiuk. Nem hiszem el, hogy ha nekik hetente 3-szor fél óra jut magukra, akkor neked nincs arra ennyi időt, hogy aktívan mozog. Tudod, nem másért, csak is magadért, hogy egészséges legyél, és ezt elérd. Családodnak, szeretteidnek, barátaidnak minél tovább szükség van rád egészségesen. Ezért mindenképpen szükséges lenne beiktatni a napi fizikai aktivitást életedbe, mert legutóbbi vizsgálatok megerősítették a család környezet fontosságát. A tévénézésre és videójátékra fordított idő csökkentésének hatására gyakoribb lesz a szabadidős fizikai tevékenységed. Tehát fel kell kelni a tévé elől, a fotelből vagy a számítógéptől, és 30 percet magadra kell szánnod. Eme száraz, de remélem közérthető tények felvázolása után elmesélek egy olyan történetet, mely nem rossz taktika, de van neki hátulütője. Ezért én ennél jobbat fogok neked ma javasolni. Tehát az egyik személyes tanácsadásom során mesélte számomra a Katalin. Képzeld, Zoli, milyen fogyókurát találtam ki? A hűtő belsejébe kiragasztottam egy jó alakú vékony nő képét. Így amikor enni támadt kedvem, kinyitottam a hűtő ajtaját, ránéztem, és mindjárt elszégyeltem magam. Megkérdeztem tőle, és hatékony lett ez a módszer, Kati? Részben igen, kaptam a választ kérdésemre. Hogy miért csak részben volt megoldás Kati számára ez a webinárium, végén elárulom. Addig is nézzük ennél hatásosabb tanácsokat és módszereket. A gyors és garantált fogyás meglepő kezdő lépését. Avagy ezzel kezd fogyásodat, vagy elbuksz, sztori. Ha fogyásodat ezzel a biztos, gondolatébresztő és pszichés első lépéssel kezdenéd, mára már nem kételkednéd fogyási sikeredben. A baj az, hogy ennek pont az ellenkezőjét tapasztalom a fogyni vágyoknál, pedig a megoldás annyira egyszerű, mint az egyszer egy. Mint a bevezetőben is említettem, férfiak és nők több száz éve keresik annak a módját, hogy hogyan tudnák jobbá tenni külső megjelenésüket és egészségüket. Mindenki szeretne a legtovább élni, szenvedések és betegségek nélkül boldogan. Gondolom, ezzel te is így vagy. Azonban a fogyásnak ezek a mostani népszerű módszerei általában furga, olykor hóbortos és gyakran bizony katasztrofális diétákat írnak elő. Ezek azok a diéták, amik működhetnek ugyan rövid távon, de mind elbuknak, mert rövid távú elkötelezettségre alapoznak, melyek során túlságosan tiltóak. Tehát ne ideglenes megoldást keres, mert a legtöbb ember úgy próbálja helyrehozni az egészségét és fittségét, hogy az úgynevezett sebtapaszt megoldás választja. Az egészségben kialakult kisebb-nagyobb tökéletlenségeket igyekszik elrejteni, mint amikor egy vágás lefed egy raktapasszal. De attól, hogy a sérülés nem látszik, attól még ott van a raktapasz alatt. Egészséged és túlsúlyod azonban nem egy egyszerű vágás. Többet igényel egy raktapasznál, ami lényegében csak egy ideiglenes megoldás, hosszú távú, végleges megoldásra van szükséged. A te problémád is ez jelenleg, hogy ideiglenes megoldásokat keresel és azokat alkalmazod. Ezért nem sikerült még megszabadulni túlsúly problémától, kötelezeld magad egy módszer mellett és aszerint így hosszú életed végéig. Probléma, melyen jelenleg te is küzdesz.
Újra meg újra belekezdesz egy újabb diétába, egy új edzéstervbe, de egyik sem vezetett még el odáig, hogy az álmodat elérted volna, mely nem más, mint hogy túlsúlyodtól megszabaduljál. Az álmod az a cél, melyet kitűztél magad elé, mint például, hogy újra 77 kg akarok lenni, le akarok fogyni 13 kg-ot, meg akarok szabadulni attól a maradék fránya 7 kg-tól, vagy pedig újra bele akarok férni a régi ruhámba. Honnan tudom mindezt én rólad, hiszen nem is ismerlek, nem is láttalak. Ha ezek a kérdések téged nem foglalkoztatnának, akkor nem lennél most itt velem a webináriumon. Elárulom számodra, hogy az éppen alkalmazott edzésterveddel, vagy az adott diétával két gondod van. Első. Nem kötelezed el magad véglegesen mellette. Ki kell mondani, ez nem csak egy ideiglenes állapot lesz, hanem napjaid részévé is kell, hogy váljon most már életed végéig. Második. Stresszeled magad az eredményeid elérése miatt, és ezáltal elmész szabotálja a hatékony fogyásodat. Mindjárt elárulom azt is, hogy hogyan. De előtte a stresszről röviden, mert a megoldásért ennél mélyebbre kell majd ásnunk. Az egyik legjobb módszer, ha nem stresszeled magad folyamatosan, hogy mennyire kövér vagy, és ezért mindenáron le kell fogynod, hanem elképzeled, hogy milyen változásokon, fejlődésen és megújulásokon mész majd keresztül az elkövetkező hónapokban. Csak akkor fogod tudni könnyedén tartani a súlyodat, miután ledobtad a felesleges kilókat, ha már egyáltalán nem stresszeled magad. A siker érdekében nem szabad, hogy bármi is képes legyen negatív irányba befolyásolni. Tehát hiába alkalmazott te a lefogyásod érdekében a világ leghatékonyabb technikáját, nem fog működni, ha mielőtt belekezdesz, a fejedben nem raksz rendet. Mindez pedig a gondolataid mozgatják, ott van a tű a szénakazalban. Ezt a problémát kell elsőnek megoldani, mert még a fejedben nincs rend, addig jöhet bármilyen diéta, edzés, a súly problémáid megmaradnak, és a hídon keresztül nem fogsz eljutni a mennyországba. Tehát mielőtt bármibe is belekezdesz, a jelenlegi énképedet kell megfelelőképpen átalakítani. A mai webinárium fő témája ez lesz, melynek végére te is belekezdhetsz, mert megfelelő tudásod és információd lesz az énképed megreformálására. Hogy a túlsúlyodtól most már megszabadulj. Szóval az énképed. Az énképed a tudatalattid számítógépének használati utasítása. Mindent irányít, amit mondasz, csinálsz, gondolsz és érzel. Bármi nemű megfontolt változtatás hiánya a részedről azt okozza, hogy ugyanazokat a dolgokat fogod csinálni, gondolni és érezni a végtelenségig. Igaz, milyen rosszul hangzik? Egy szóval úgy döntöttél, hogy meg akarsz szabadulni a súlyfeleslegettől, és egészségesebben akarsz élni. Gondolom elolvastad az összes ezzel kapcsolatos cikket az interneten, különböző fórumokon. Hírleveleket olvasol a témával kapcsolatban, begyűjtöttél minden szükséges információt, esetleg már saját táplálkozási stratégiát is kidolgoztál. Megalkottad az edzéstervedet, vagy valaki összeállította neked. Majd nekivágsz, hogy megszabadulj túlsúlyodtól, ezáltal soványabb és súly problémától mentes életed legyen, és elkezd végre a dolog működni. Azonban abban a percben, ahogy jönnek az eredmények, elszalad veled a ló. Tivornyázol, edzéseket hagysz ki, vagyis csalsz. Ez egy emberi rossz tulajdonság, reakció az első sikerekre. Ebben az a felettébb nyugtalanítóbb, hogy nagyon jól tudod, mit kellene tenned, nem számít mennyire keményen próbálkozol, nem tudod magadat rávenni. Olyan, mintha egy láthatatlan erő akadályozna és irányítana a viselkedésed, akár egy mariott bábút. Gondolom már veled is megtörtént. Bizton állíthatom, hogy igen, hiszen velem is megtörtént. De most már ez a múltér, mert ha a fenti forgatókönyv túlságosan ismerősnek tűnik, akkor a válasz a csalódottságodra milyen a tudattalatidban rejlik, melyet úgy hívnak mozgató gondolat, az az én képed. Sajnos az átlagember már az önismeret, az önértékelés vagy az én képszavak hallatán felkiáltanak. Ó, ne, már megint egy silány önsegítő téma. Valahányszor megemlítem az én képet, azon fogyni vágyoknak, akik még sosem hallottak előtte róla, felhúzzák a szemöldüket, elengednek egy cinikus félmosolyt, és szinte hallom is, mit gondolnak közben. Oké, Zoli, egy darabig álmodozhatunk itt csodaországban az én képről vagy micsodáról, ha akarod, de csípd meg, ha elkezdenél beszélni a fontosabb dolgokról, mint például a kalóriaégető diéták, zsírégető gyilkos edzésmódokról. Oké? Ha szemöldök felhúzó táborába tartozol, azt mondom neked, súlyos hibát követsz el. Ha úgy döntesz, figyelmen kívül hagyod az én képedet. Ezért mindenképpen tarts velem a webinárium végéig. Mert használhatod a világ legtökéletesebb táplálkozási programját és a legjobb edzéstervét, végül mind használhatatlan lesz, ha nem érted meg, hogy az én képed hogyan befolyásolja a viselkedésedet. Ez a mozgató rugója mindennek, ami a súly problémádat megoldja, mely a helyes gondolkodással indul el. Az én kép tehát magadról alkotott elképzelések összessége.
beleértve azokat az elnevezéseket, jelzőket is, melyekkel saját magadat jellemzed. Most jött el a jegyzetelés ideje, így ha igazán szeretnéd tudni, mi az igazi jelenlegi énképed, vedd magad elé a kinyomtatott munkafüzetedet, és írd le rá, amit most gondolsz jelenleg magadról, az élet különböző területeiről. Közben egy pár példát fogok felsorolni. Tehát, én szégyellős vagyok, én nem vagyok jó értékesítő, én kövér vagyok, én esetlen vagyok, én szexis vagyok, én nem vagyok vonzó, én rossz tanuló vagyok, én jó tanuló vagyok, én gazdag vagyok, én egy csőtömeg vagyok, én egy kétbalkezes vagyok, én pénztelen vagyok, én körteformájú vagyok, én rossz alakú vagyok, én kiváló feleség vagyok, én kibírhatatlan társ vagyok, én türelmetlen vagyok, én alkalmazkodó vagyok, és így tovább. Hagyok egy kis időt, írd le, hogy jelenleg milyennek tartod magad. Akár több jelzőt is leírhatsz magadról a lapra, ami most eszedbe jut, hirtelen. Kész? Oké, szuper, menjünk is tovább. Ahogyan az a listából is látszik, életed minden területére vannak minénképed. Beleértve a kapcsolataidat, családodat, az esélyedet a gazdagságra, jómúdságra, lehetségeidet, illetve számukra most a legfontosabbat, a testedről alkotott véleményedet. Az első énképed még gyermekkorodban alakult ki, szüleid és számodra meghatározó személyek hatására. Csecsemő és kisgyermekkorodban az elméd szélesre volt tárva. A kapott információk és tanácsok 100%-a keresztül haladt a tudat alattidon. Ekkor miért mindent igaznak fogadtál el? Akkor is, ha nem voltak azok. Az agyad olyan volt, mint egy puha formálható anyag. Ahogy kamaszodtál, hirtelen mintha az agyad ajtaját bevágták volna, bezárva oda az összes gyerekkori programot, beidegződést. Felnőttként az én képed ugyan megszilárdult, de folyamatosan formálódik, sikereid, kudarcaid, diadaljaid, megaláztatásaid és minden egyéb dolog hatására, amit tapasztalsz, látsz, hallasz, olvasol vagy gondolsz. Ez kellően befolyásolja a fogyókúrád alatt megélt megpróbáltatások is. Például, ha belevágsz egy diétába vagy edzéstervbe, és az kudarcba fullad, ez az élményed bekerül a tudatalattidba, mint negatív énképed. Látod, mondtam, hogy sosem fogsz úgy kinézni, mint azok az emberek a magazinokban. Hogyan befolyásol énképed a viselkedésedet? Bár az énképed nagyon mélyen beidegződött az évek során, van egy jó hírem. Ettől még az, megváltoztathatod. Így tudod csak sikerre vinni fogyásodat is. Mielőtt elmagyaráznám a változás 4 lépését, felvázolom, hogyan befolyásol énképed a viselkedésedet. Egy mindenki számára érthető hasonlatot fogok használni, aminek a középpontjába a pénz lesz. Hogy miért pont a pénz? Nos, ahogy korábban említettem, a legtöbb ember nem csak hogy nem érti ezt az egész énkép dolgot, de már a puszta említésétől is rosszul lesz. Utánám, ha elszundikálnál, mielőtt a mondani valóm izgalmas részeihez érnék, ezért döntöttem egy pénzzel kapcsolatos hasonlat mellett. A pénz nem sorolható az unalmas témák közé, illetve közös nevező az emberek között. Főleg a mostani gazdasági válságban, a deviza árfolyamokról nem is beszélve. Hadd magyarázzam el először a pénz és az én képünk közötti kapcsolatot. Ha egyszer megérted azt, hogy hogyan befolyásolja az én képedet az a tény, hogy mennyit keresel, könnyen megérted ezáltal majd azt is, hogy hogyan befolyásolja az én képedet az, hogy milyen formában vagy. Ezt követően képes leszel tudatosan változtatni az én képedet és a fogyásodat jobb irányba. Kérdésem, ha nyernél egy nagyobb összeget, vagy ha az éves jövedelmet hirtelen a havi keresetedé válna, hogyan éreznéd magad? Az bámulatos lenne. Vágnál rá rögtön a legtöbb ember. Így gondolom most te is. Én is hidd el. Nos, fontos hírem van a számodra. Akármilyen furcsán is hangzik, garantálom, hogy ha régi megszokott énképedet használod, mindent megtennél annak érdekében, hogy gyorsan megszabadulj frissen szerzett vagyonattól. Rossz üzleti döntéseket hoznál, sikertelen lennél a befektetésekben, ellenállhatatlan vágyat éreznél, hogy a pénzed fölösleges kacatokra költsd, hogy olyan dolgokba fektess be, amelyekről fogalmad sincs, vagy hogy kölcsön ad olyas valakinek, aki később nem fogja visszaadni. Nézd csak meg, mi történik a legtöbb lottónyertessel. Még ha azt is mondják sokan, hogy több pénzt szeretnének, ez csak a tudatos, felszíni énük mondatja. A probléma az, hogy a viselkedést nem a tudatos elméd irányítja. A viselkedésed egy mélyebb szinten gyökeredzik. Egészen pontosan a tudatalattidban, ahol az énképed is található. Amennyiben a sok pénz birtoklása nincsen megfelelő összhangban az énképeddel, akkor előbb vagy utóbb te magad szabotálod a viselkedéseddel a történteket, hogy mihamarabb visszajuss a megszokott kényelmes szintedre.
Az emberek legnagyobb része abban a kényelmi zónában van, amit azonosítani tudnak magukról alkotott énképükkel. Ritkán emelkednek fölé, vagy engedik meg maguknak, hogy alásüllyedjenek. Bármi változást akarsz hozni az életedben, legyen az a túlsúlyodtól való megszabadulásod, vagy a pénzkeresés ellenállást fog kiváltani belőled, mert megpróbálsz a biztonságosan, ismerősön és a kényelmesen túl kerülni. Hogy több pénzt keres, muszáj magadat úgy látnod, hogy képes vagy rá, és méltó arra, hogy megtartsd. Ha úgy látod magad, mint egy évente 2 millió forintot kereső ember, sosem leszel havonta 2 millió forintot kereső ember. Kezded már kapizsgálni, hogy miként működik ez a dolog hasonló helyzetben? Például, amikor a testedet szeretnéd megváltoztatni? Ahhoz, hogy sovány és túlsúlytól mentes tested legyen, képesnek kell látnod magad ennek az elérésére. Sőt, még ennél is jobban arra, hogy meg tud tartani, amit elértél. Azonban, ha magadat kövér, körteformájú emberként látod, soha nem leszel karcsú, vékony ember, aki szeretnél lenni. Csak ha karcsúnak és vékonynak nem látod magad. Pont amikor látni kezded az eredményeket, és egyre jobban örülsz annak, hogy kinézel, hirtelen a semmiből ellenállhatatlan kényszert érzel, hogy például aludj egyet, nasizva leülj a tévé elé, vagy a barátnőkkel elmenj egy cukrászdába, és ezzel elhalasztod a délutáni edzést. Nem is beszélve arról, hogy uralhatatlan kényszert érzel, hogy éjjel 11:30-kor megegyél egy mandulás magnumot. Elveszted a motivációdat. Nem érzed úgy, hogy edzened kellene. Ezek az önakadályozó viselkedésformák mind a saját énképednek köszönhetőek, amik nincsenek megfelelő összhangban az épp aktuális eredményeiddel. Hadd meséljek egy másik megtörtént esetet röviden. Egy neves plasztikai sebész az egyik bestseller könyvében fejtette ki a páciensénél tapasztalt pszichés jelenséget. Annak ellenére, hogy műtéteivel korrigálta a beteg hibáit és tökéletlenségeit, a paciensek gyakran továbbra is csúnyának, sebhelyesnek és torznak látták magukat. Mindezt annak ellenére gondolták, hogy a társadalmi mércével tökéletesen néztek ki. Végül ugyanúgy viselkedtek, mint előtte. Félénken, visszahúzódóan, önbizalom hiányosan. Így jutott el a könyvírója arra a végkövetkeztetésre, hogy testünk külsejének megváltoztatása nem a megfelelő módja a személyiségünk és viselkedésünk megváltoztatásának. Valami más volt a megoldás. Ez a más volt az énképzet. Amikor az énképzet újjáépül, a személyisége megváltozik az embereknek. Azonban, ha az én képzet ugyanaz marad, akkor a személyi viselkedése sem fog megváltozni. Azok az emberek, akik félreértelmezik az én képzetet, figyelmüket hibásan az étrendjük vagy mozgási szokásaik megváltoztatásának szentelik, de a probléma forrását, a viselkedés okát ezzel nem változtatják meg. A viselkedés forrása ugyanis az elmében található én képzet. Több vagy, mint csupán egy test. Tested, szellem és lélek egyben. Mindig úgy viselkedsz, és csak úgy tudsz viselkedni, ahogyan az a személy, akit saját magadként elképzelsz az elmédben. Amennyiben egy túlsúlyos személynek képzeled magad, úgy fogsz viselkedni, mint egy túlsúlyos személy. Ugyanazokat a szokásokat megtartod, viszont ha egy vékony, túlsúly problémával nem küzdő fit és egészséges embernek tartod magad, akkor úgy is fogsz viselkedni, mint egy karcsú, fit és egészséges ember. A túlsúlyosok általában nem mozognak minden nap lelkiismeretesen. Ezzel most jelenleg te sem állsz másképpen. Például a kitöltött kérdőív alapján az emberek 49%-a végez csak néha testmozgást. Így miért meglepő, hogy egy kövér ember énképzetével rendelkező illető kihagyja az edzéseket? Az agyad úgy van programozva, hogy kihagyod az edzéseket. Akinek kövér ember énképzete van, általában nem eszik egészséges zsírt, cukor és kalóriaszegény ételeket. Így hát miért lenne meglepő, ha nem tartaná be a diétáját és egészségtelen ételeket enne? Elvégre az agyuk úgy van kódolva, hogy egészségtelen ételeket egyenek. Kezded már kapizsgálni? Hogy hosszantartó változást érjünk el, mind fizikai, mind szellemi szinten dolgozni kell rajta. Persze, hogy meg kell változtatnod az éles stílusodat, a mozgási és táplálkozási szokásaidat, de az igazi titok nem az új szokások magadra kényszerítésén, hanem az énképzeted megváltoztatásán van. Energiádat egy új mentális kép kialakítására fordítsd, és ez az új kép fog létrehozni új szokásokat. Ami pedig a legjobb az egészben, hogy az új szokások, melyek az új pozitív énképzetedből származnak, sokkal kevesebb erőkifejtést és akaraterőt igényelnek. Ugyanis azok a tested legapróbb molekuláiba beépülve dolgoznak. Ezek a láthatatlan erők pedig neked dolgoznak, nem pedig ellened. Szóval tegyük fel, hogy egy egészségtelen, túlsúlyos ember énképzetét hordozod magadban. Hogy a pokolba változtatod azt meg,
hisz mélyen az elmében rejtőzik, és éveken keresztül csak erősödött. Mindehhez csak 4 gyakorlati lépésre van szükséged, melyet egy nap alatt el tudsz végezni otthon. Semmi másra nincs szükséged, csak saját magadra, és hogy nyugodtan magadban légy. Hogyan? Mindenre a webinárom végén vissza fogok térni, hogy hogyan legyen végre vékony ember énképed, de előtte nézzük a túlsúly kialakulásának egyik legfőbb okát, és hogyan tudod megfékezni, kezelni a stresszt. A stressz az iskolában, a munkahelyen, a családban, a pénzügyek és a kapcsolatok miatt alakul ki. Hogyan csináld? Egyszerűen száműzd a stresszt az életedből. Könnyű azt mondani, ugye? Ezek mind a külső mentális fájdalom formái, melyek később fizikai stresszt okoznak a testednek és befolyásolják súlyodat. A jó hír talán csak az, hogy a stressz te kreálod. Most azt gondolod, hogy a főnököm, a házastársam vagy a barátaim esetleg a mindenkori politikai-gazdasági helyzet okozzák a túlzott stresszt. Igaz, hogy ezek az emberek és körülmények is érintettek, de kettőn áll a vásár, mint mindig. Fontos, hogy hogyan viselkedsz az emberekkel, hogy hogyan tolmácsolod az érzéseidet és hogyan kezeled a helyzetet. Ezek mind nagyban befolyásolják, hogy mennyi stresszt kell megélned. Bizonyára vannak súlyos problémák az ember életébe, de a mindennapi ügyes-bajos dolgok többsége jelentéktelen, ha a dolgokat egy kicsit távolokról nézzük. Ezek a mindennapi problémák egymásra halmozódnak, napról napra, amíg végül túlterhelt eszel, és nehéz lesz visszatérni az egészséges, kiegyensúlyozott állapotodba. Ennek okaként a stressz kezelésére sokan, így lehet, hogy te is, a mértéktelen, felesleges evészetet választják, mely a többletsúly kialakulásának egyik legfőbb oka. Azonban van jobb módja a stressz kezelésének és levezetésének. Igen, nem más, mint a mozgás, és valami más. No jó, de erről egy kicsit később. Előtte nézzük mentálisan a dolgot. Ha tényleg a legtöbbet akarod kihozni magadból a fogyásod során, akkor vedd fel a teendőid közé a mindennapi stressz kizárását és annak kezelését. Nagyban múlik rajtad. Azon, hogy hogyan reagálsz bizonyos helyzetekre, emberekre. Vedd kezelésbe a lelki állapotodat, és üszd ki a stresszt az életedből, hogy learadhassd a karcsú és egészséges test előnyeit. Azzal, hogy beindítod a zsírégető gépezeted, nem csak a fizikai, de a pszichés állapotod is jelentősen pozitív irányba fog változni. Hiszen a mozgás során szervezeted endorfin termel, mely a boldogság érzetét kelti. Ugyanúgy, mint a csokoládé. Ráadásul azok az emberek, akik rendszeresen mozognak, jobban hisznek önmagukban, nagyobb az önbizalmuk. Evés helyett mozgás maga csoda, mivel kevesebb kalóriát viszel be, mert pótcselekvésként a stressz kezelése során nem eszel, hanem mozogsz, mely közben még pluszban fogysz is, hisz közben zsírt égetsz. Akik edzenek, testedzésen keresztül megtapasztalják, hogy képesek önmagukon változtatni. Ezáltal belátják, hogy mindennek ára van, és hogy nem várják anélkül történjen bármi, hogy tegyenek érte. Szóval ne várd, hogy a sült galamb a szádba repüljön. Szoktasd tehát rá a tested és az életed a mozgásra. Ezáltal nem csak egészségesebb, vékonyabb, kitartóbb és terhelhetőbb leszel, hanem folyamatosan biztosítod magadnak a testedzés által generált pozitív érzéseket. Hogyan? Azt is elárulom nem sokára, de addig is itt van 5 alaplépés. Ismét eljött a jegyzetelés ideje, így vedd elő a munkafizetedet. Lesz egy kis házi feladatod a webinárium után, de addig is írd fel a sorba. Első. Döntsd el, mit szeretnél. A kérdésed legyen konkrét és világos. Bel akarok férni a régi ruháimba. Fogyni akarok 7 kg-ot 3 hónap alatt. Második. Képzeld el, hogy már megvan, és hogy milyen érzés. Azt a pillanatot, amikor reggel felveszed a frissen mosott farmerod, vagy végre 2 részes bikinit csomagolsz be nyaraláshoz. 3. Számüzd minden kételyt. Mondd, igen, amikor vágyadra gondolsz bármilyen formában is. 4. Engedd szabadon. Nem akarhatsz olyat, amivel már rendelkezel. Szóval miután igent mondtál rá, tudatosan meg kell engedned magadnak, hogy szabadon bocsásd a vágyad. 5. Tegyél elhivatott lépéseket. Ha valami felbukkan a fejedben, vagy a vágyaiddal kapcsolatosan jelentkezik, csináld meg, hadd működjön, mondd igen. Kiemelném a 4. pontot, a szabadon engedést, amely a legfontosabb része az egész folyamatnak. Miért? Csak olyan dolgokat akarunk, amivel nem rendelkezünk. Gondolkozz el rajta, és amikor egyszer megkaptuk, már nem akarjuk többé. Nem állhatsz fel és ülhetsz le egyszerre egy időben, igaz? Persze, hogy nem. Így aztán nem is kívánhatsz olyat, amivel már rendelkezel. Ezért létfontosságú, hogy mit teszel, amikor nagyon akarsz valamit, anélkül, hogy vágyaid elengednék. Ha egyszer azt mondod, igen, akarom, akkor el kell engedned minden hozzá tartozó kötődést az agyadban.
Képzeld el, hogy a testeden kívül lebeg az univerzumban. Tudom, ez megint furán hangzik, de hidd el nekem, hogy működik. Egyébként nem mondanám. Csak halkan jegyezném meg, hogy én nem a férjed vagyok, aki jótékony bókokkal látlak el, mint ahogyan a webinárium elején meséltem. Különösen azoknál fog működni, akik szeretnének nagyon keményen lefogyni, és már próbálták. Az akarás nem fog segíteni a megszerzésben, csak miután teljesen elengedted, akkor fogod visszavonzani magadra. De nézzük, hogy hogyan is valósíthatod meg mindezt a te saját életedben. Előtte azonban fújjuk ki magunkat, és készüljünk fel, mert most kaptál konkrét feladatokat, igaz? Ezek a feladatok. Első. Jelenlegi problémád nem ideglenes megoldásban kell gondolkodni, hanem egy véglegesben. Kettő. Négy lépésben meg kell változtatni jelenlegi énképzetedet, hogy valóban lásd magad vékonyan, és tudj úgy élni. Légy színész, játszd el a legjobb szereped. 3. Az egyik legfontosabb túlsúlyodat okozó problémádat, a stresszt, ki kell űznöd, és naponta kell megfelelően kezelned. 4. Egy szerelési útmutató kell, hogy ezt a három dolgot hogyan kell hatásosan kivitelezni, hogy ne megint egy settapaszt megoldás választ, hanem működött. Tehát építs egy élhető életmódot. Az első tanácsom ezekkel kapcsolatban, valamelyiket válasz ki, és kezd el dolgozni rajta. A másik tanácsom, amit ha megfogadsz, hamarabb jönnek az eredmények, a következő. Hagyd abba a nézelődést, hagyd abba a keresgélést további ötletek után. Mert ha a negyedik pontot választod, és élni akarsz a legnagyobb lehetőséggel, ami rád vár, akkor egy nagyon izgalmas hírem van számodra. Tudom, hogy lelkesen szeretnél belecsapni a megvalósításba, és elkezdni saját fejed után felépíteni magadnak egy életmódot, és most nyilván ott egy hang a fejedbe, ami ezt kérdezi. Mi a leggyorsabb módja annak, hogy ezt elérjem? Nos, szeretném neked bemutatni egy olyan új csomagot, amit a gyors megvalósításban, az eredmények gyors elérésében lesz számodra nélkülözhetetlen. Éppen ezért a címe is ez lett, a nélkülözhetetlen. Büszkén jelentem be azt a dossziét számodra, melyben egy olyan útmutatót kapsz, melyben lévő új szokásokat könnyedén, gyorsan, egyszerűen összeállíthatod, így a saját eredményes fogyásod pedig garantált lesz. E program garantálja és ígérete, hogy a fogyókúrázók között te legyél az, aki legelőször fogy le, és érje el az a vékony, egészséges testet, amire mindig is vágytál. Hogyan tudod ezt gyorsan megvalósítani ezzel az új nélkülözhetetlen dossziéval? Két dolgot tanítok benne az új szokások kialakításán kívül. Egy stratégiát az én képzeted megváltoztatására, ami a karaktered irányvonalát jelöli ki, és taktikákat, amikkel a fogyásodat végig tudod vinni. Ebbe a dossziébe tettem bele 4 gyakorlati lépést, amely az én képzeteted megváltoztathatod. Azt az új szokásokat tartalmazó több mint 200 oldalas tanulmányt, mely egy működő életvitelt mutat be számodra, arról az 5 perces stresszelő technikáról nem is beszélve, és a különböző technikai kisegítőkről. Többek között egy DVD-t. 3. 200 olyan gyakorlatot, amelyet saját otthonodban, saját testsúlyoddal végre tudsz hajtani, mely szakértők által lett összeállítva. 4. Egy olyan receptprogramot, mely meggyorsítja fogyásod, amellett, hogy lerövidíti a konyhádban töltött idődet, és rengeteg hasznos tanáccsal van megtűzdelve. Olyanakra gondolok, mint például a bevásárlás terén. Továbbá, ajándékként szeretném számodra beletenni azt a zöld kincset, melyet spirulona névren lett elkeresztelve. Erről a természetes algakivonatról már olvashattál, mely nélkülözhetetlen része lesz életvitelednek. A több száz vitaminok kiválasztása során dr. Lepényi Éva segített, hogy a számodra a legmegfelelőbbet válasszam ki. A végére tartottam egy meglepetést is, mivel becsülettel végignézted a webináriumot, ezért van 2 azonnali meglepetési ajándékom is számodra, de ezt nem árulhatom el, hisz akkor nem lenne meglepetés. Igaz? Hogy odaadhassam a fogyásodhoz nélkülözhetetlen dossziét, benne az ajándékaimat és az azonnali meglepetéseimet, nyomd meg itt alul a hamarosan megjelenő Megnézem a nélkülözhetetlen dossziét gombra, és találkozunk a következő oldalon, ahol megnézheted konkrét ajánlatomat. Addig is, ha elképzelted, hogy egy vékony, egészséges test micsoda előnyöket és nem hátrányokat kínál számodra, hogy elkerült a webinárium elején említett lehetséges túlsúly okozta betegségeket és szövődményeket, akkor nyilván megérted, hogy miért nem akarom ezt a terméket olcsón elkótyavetyélni. Mindjárt megmutatom a linket, ahol erről további információkat találsz. Zárásként hadd osszak meg veled még 2 dolgot.
Az én szenvedélyem, amiért reggelente lelkesen kirepülök az ágyamból, az az, hogy a hozzád hasonló fogyni akaró harcosoknak segítek, hogy megteremtsem nekik azokat az eszközöket, amikkel hamarabb érhetik el azt a testüket, melyről mindig is álmodoztak. Megszabadulva a túlsúly okozta terhüktől, melyel azt az életet élhetik, melyet mindig is álmodtak maguknak. Amiket ma hallottál a fogyással kapcsolatban, az csak a jéghegy csúcsa volt. Ha már egy ideje követsz minket, látod, hogy egyre többen vagyunk, és a sikertörténetek is szaporodnak. A következő sikertörténet, amit hallani akarok, az a te sztorid. A te sikered, ahogy az életed és ezáltal a tested egyre egészségesebb és vékonyabb lesz. Teljesítsd hát be a sorsod, és légy végre saját magad a megérdemelt testedben. Én nagyon élveztem, hogy ma megoszthattam veled ezt az előadást. Azonnal meg is mutatom itt azt a linket, ahol a nélkülözhetetlen dossziéről tájékozódhatsz, és egy induló akcióban korrekt áron meg is vásárolhatod. Mindehhez csak nyomd meg itt alul. A videó ablak alatt található megnézem a nélkülözhetetlen dossziét gombra, és találkozunk a következő oldalon, ahol megnézheted konkrét ajánlatomat. Tudd meg, hogy ha most nem indulsz el, és nem teszel a túlsúlyod leküzdése ellen, akkor valószínűleg pár hét múlva a mai előadásból te is csak Kati sztoriára fogsz emlékezni. Jut eszembe, azt el sem árultam, hogy miért csak részben volt megoldás Kati számára a hűtő belsejébe kiragasztott, jólakú, vékony nőképe. Tudod, mi volt a gond? Még Kati lefogyott 5 kilót, addig a férje és a kamasz fia felszedett vagy 10-10 kilót, miközben rájártak a hűtőre. Tehát ez is egy idéglenesebb tabasz megoldás volt számára, nem pedig végleges. Köszönöm a figyelmedet, Katona Zoltán vagyok a zsírégetés harcosaitól. További jó zsírégetést kívánok számodra!